Országos ifjúsági kézműves pályázatot hirdetett a Fejér megyei művelődési központ. A vándorlegény vándorleány találkozón, a szövésvászon nemes szakterület tehetségeit látták vendégül. A vándorlegények, akik azok az iparos segédek, akik régen-régen fogták a vándorbotot, batyut kötöttek a hátukra és elindultak városról, városra, mesterről, mesterre, hogy megtanulják a szakma fortéjait, és aztán majd felvértezve hazajöjjenek, elkészítsék a remeket, és maguk is majd C-mesterek legyenek. Talán ilyen ez a mai találkozó is. Az ifjú inasok a korabeli hagyományokat követve, remeket alkotva bizonyították, nem volt hiába való hosszú útjuk, mesterként értek vissza. Így van ez 2011-ben is. Nekem volt egy vándorlegény leányom, egy német hölgy, akinek a három esztendeje nálam tellett ki. Egy fél évig lakott nálam. Én voltam az utolsó mestere a nemeszkészítésben. Hát furcsa volt, mert egészen más az ottani hagyomány, mint a miénk. Ott egy olyan közösségből jött, ahol még tartják a hagyományokat. Az esemény részeként a Mesterségek háza udvarán a vándorlegények vándorlását szimbolizáló vastuskóba ezúttal is számos vasszög került.